Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Bronzérmet szerzett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. Megvédte fedett pályás bajnoki címét Bakosi Péter. Nyíregyházán edzőtáborozott az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. Megszerezte 15. győzelmét az NKS. 33 érmet szereztek a nyíregyházi úszók Debrecenben. Mindössze 3 mérkőzéssel rajtol a megyei futballszezon. Bronzérmet szerzett a HEP kupában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a sorozat győri döntőjében először 80-73-as vereséget szenvedtek a budapesti TF csapatától, majd 94-65-re legyőzték az oroszlányt. Nagyon elégedett vagyok. Én úgy gondolom, hogy a 4 csapatot nézzük, abból a mi csapatunk volt a legfiatalabb, a legrutintalanabb, és az, hogy elértük ezt a 3. helyezést, ez óriási teljesítmény. Beszéljünk külön-külön a két meséről. Az elődöntőben a budapesti tehetséges fiatalok ellen 3,5-4 keresztül gyakorlatilag vezetett a csapat, aztán a végére tudtak fordítani a fővárosiak. Mi kellett volna ahhoz, hogy meglegyen az a meccs és vele a döntő? Kellett volna az a rutin, ami megvolt a TF-nek, illetve kicsit jobb védekezés, mert 80 pontot kaptunk, amit mi nem szoktunk kapni. Meg lehetett volna folytani a mérkőzést, így alakult. A bronzmeccsen a nyugati élcsapatnak számító oroszlányra nagyon magabiztosan, közel 30 ponttal győzve végig uraltátok a mérkőzést. Számítottatok erre előzőleg? Nem igazán, én arra számítottam, hogy nagyon kemény mérkőzés lesz, ilyen negál mérkőzésre számítottunk. De aztán a fiúk nagyon összekapták magukat, látszott, hogy mindenki szívvel hajt a végsőkig. A csapaton igazából nem láttam fáradtságot az első mérkőzés után, és nagyon örülök, hogy így játszottak a fiúk, és így tudtunk nyerni. Mekkora megerősítés az a jövőt tekintve, hogy egy oroszlányt ilyen magabiztosan jó játékkal, felszabadult játékkal tudtatok legyőzni? Remélem, a fiúk most már elhiszik, hogy így is tudunk játszani, és ilyen csapatokat is meg tudunk verni. És most jön a bajnokságban annak a szakasz, ahol erős csapatokkal fogunk hazai pályán játszani, és ezeket meg tudjuk verni, akkor még előrébb tudunk lépni a tabellán. A Magyar Kupa 8-as döntőjével együtt rendezték a HEP Kupa döntőit, hangulatában, szervezésben milyen volt ez a 3 napos torna? Mindenre meg voltunk elégedve. Ugye először voltunk HEP Kupán, a nyíregyházi kosárlabda, ha jól tudom, először volt HEP Kupán. A fiataloknak hatalmas élmény volt, nekünk is. Mi már játékosként voltunk, nem HEP kupán, hanem rendes kupadöntőn, de nekünk is azért nagy élmény volt, főleg így, hogy érembe jöttünk haza. Hétvégi hazai pályán már említetted, hogy folytatódik a bajnokság, az óbudai kaszások érkeznek. Talán lehet azt mondani, hogy megint stílusában egy picit a TFS hasonló csapat, milyen meccsre lehet számítani? Igen, úgy látom, hogy ezek a budapesti csapatok, ez mindenki egyforma stílus játszanak, de hát streetball kosárlabdát elképzelés nélkül. A TF főleg ilyet játszik, náluk is van egy amerikai irányító, főleg zónavédekezéssel védekeznek. Ugye ott nem sikerült nyernünk, nagyon rosszul játszottunk, szeretnénk visszavágni nekik. Egy szoros vereség és egy magabiztos győzelem, valamint a bronzérem a HEP Kupa mérleget, mennyire vagy elégedett ezzel a két meccsel és az éremmel? Én először is gratulálnék a csapatnak, hogy bronzérmet sikerült szereznünk a HEP Kupába. Én azt mondom, hogy maximálisan nem lehetek elégedett, hiszen benne volt a győzelem az első mérkőzésben is, de úgy gondolom, hogy a meccs utáni szomorúság hamar elmúlhatott, hiszen tisztességesen helyt állt a csapat, illetve úgy gondolom, hogy a második mérkőzésre kellőképpen el tudtuk azt felejteni, hogy nem sikerült döntőbe jutni, és nagyon örülök annak, hogy a csapat mégis egy vesztes mérkőzés után így fel tudott állni, és ilyen mérkőzést tudott játszani a bronzmeccsen. A bronzmérkőzés gyakorlatilag részletekről egy gála volt, az oroszlányokat nagyon sok szurkoló kísérte, nagyon csalódottak is voltak. Okozott-e a két csapat bármilyen meglepetés, hiszen ugye mind a két együttesít, a harmadik Vasas is a nyugati csoportban szerepel? Én úgy gondolom, hogy az oroszlányi meglepetés az igen nagy volt, hiszen őket a döntőbe várták és aranyéremre esélyesnek tartották. Minket pedig szerintem nem méltóan, de a 4 csapatban a leggyengébbnek tituláltak. Én úgy gondolom, hogy sikerült meglepetést okoznunk már az első mérkőzésen, hogy akár döntőbe is juthatunk, illetve megmutattuk a bronz mérkőzésen azt, hogy igenis számolniuk kell velünk mind keleti csoportban, mind pedig majd nagyon szeretnénk bejutni a rájátszásban ott is, hiszen hogyha így játszik a csapat, akkor bárkivel fel tudjuk venni a versenyt. Én úgy gondolom, hogy az oroszlány
nem, tehát mi jobban akartuk a bronzérmet, jobban szerettünk volna nyerni, illetve nem vettek eléggé komolyan minket, így már az első fél időben el tudtuk dönteni a mérkőzést, és az egész csapat kiemelkedő teljesítmény nyújtott azon a mérkőzésen, úgyhogy úgy gondolom, hogy elég nagy meglepetést okoztunk, igen. Te mind a két meccsen nagyon motiváltad, nagyon jól játszottál, szerepe volt ebben esetleg annak is, hogy azért ilyen környezetben, ilyen körítés mellett még nem nagyon léptetek pályára. Igen, hát el kell, hogy mondjam, hogy én nagyon jól éreztem magam a hétvégén, mind a pályán, mind pedig a pályán kívül nagyon profi szervezés volt, illetve ez a környezet és ez a hangulat, ez tényleg leírhatatlan játékosként, illetve nem nyomta válunkat olyan teher, eredménykényszer, amire nekünk görcsölni kellett volna. Úgy gondolom, hogy ez a hangulat és ez a plusz motiváltság egy nagyobb adrenalin szintet nyújtott, és igen, ezért sikerült jól teljesíteni. Mekkora lökést adod a fiataloknak, hiszen nagyon sok a 17 év, 18 éves játékos a csapatban az, hogy láthatták, hogy hová lehet eljutni, hiszen azért ott volt a magyar férfi kosárlabda elitje. Igen, és nem is csak hová lehet eljutni, hanem hová is jutottak, hiszen ők is pályára kerültek a végén is. Meg kell, hogy dicsérjem őket, rájuk is elég büszke vagyok, mert jól teljesítettek a végén. Tartották az eredményt, sőt, még talán egy pontot hozzá is tettek a különbséghez. Én úgy gondolom, hogy ezek a tapasztalatok, illetve ezek az élmények még jobban fogják őket motiválni, hogy dolgozzanak és kitartóak legyenek, hiszen tényleg egy ilyen kupadöntőt megélni az nagy élmény. Megvédte fedett pályás bajnoki címét Bakosi Péter, a nyíregyházi magasugró 219 cm-es teljesítménnyel szerezte meg az aranyérmet a budapesti országos bajnokságon. A fedett pályás OB-ra készültem, ő a lehető legjobb formát akartam mutatni, így a Vermeer ez egy magyar bajnokság is, jó eredménnyel szerettem volna nyerni, és nyertem is viszonylag jó eredménnyel. Az megelőző versenyek azok inkább felkészülési versenyek voltak, mivel ott még edzésben, nagyon sok edzés végeztem el, nagyon sok munkám volt, ugye, és azok a versenyek, fáradtan versenyeztem, ahhoz képest egészen jó eredmények. Most kezdünk el könnyíteni, ezen a héten még lesz egy verseny, és jövő héten Európa-bajnokság. Mennyire voltál elégedett ezzel a 2-19-el, lett volna esetleg benne több ezen a napon? Igen, lett volna benne több, én is érzem, hogy volt benne még, és hogy hagytam is. Remélem, hogy ezt majd az Európa-bajnokságon pótolom. Picit nehezebben indult az év Péter számára, sérülések, betegségek miatt, ennek tükrében mennyire biztató ez a maga biztosan megszerzett bajnoki cím és a forma fedett pályás ebbi előtt? Én azt gondolom, hogy folyamatosan javuló teljesítménnyel versenyről versenyre jött föl Péter. Hát a 219 cm-es eredmény azt gondolom, hogy elfogadható, sokkal több van benne, nagyon jó forma van, úgy érzem. Kisebb technikai problémák vannak még a nekifutás végén, de azt gondolom, hogy ezt az Európa-bajnokságig megpróbáljuk kijavítani. Milyen mezőny lesz az Európa-bajnokságon, mit lehet tudni az indulókról, és milyen célra utaztok? Azt gondolom, hogy Európa legjobbjai rajthoz állnak, természetesen, mert ez egy Európa-bajnokság. Én úgy gondolom, hogy Péter képesnek tartom egy ilyen 222-225 cm-es eredményre, ami ugye a legjobb eredménye lenne fedett pályán. Azt meglátjuk, hogy ott ez mihez lesz elég. Jelentette az plusz, hogy azért már túl van ilyen rendezvényen, tehát ismerős a millió, ismerős a hangulat. Igen, hát ő már rendelkezik nemzetközi tapasztalattal, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon vent részt. Természetesen ez valamennyire előnyt jelent. Én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy megilletődött lesz. Jó versenyzőnek tartom, jó versenyző típus, úgyhogy reméljük, hogy jó eredménnyel fog hazatérni az Európa-bajnokságról. Nyíregyházán edzőtáborozott a romániai FK Csíkszereda labdarúgó csapata, a harmadosztály feljutó helyén álló együttes edzője, a korábbi Spari játékos Lengyel Roland. Itt eltöltöttem egy 2,5 szezont, nagyon szép emlékeim vannak erről az időszakról, azt gondolom, hogy mind a játékosnak, a klubnak és a szurkolóknak is szép emléket és élményt okoztunk azzal, hogy feljutottunk az első osztályba. Azóta, mikor innen elkerültem Nyíregyházáról, Pécsen futballoztam, utána kimentem Ausztriába, vissza a magyar másodosztályba, utána vissza Ausztriába, és utána Monoron fociztam NB3-ba, ahol elkezdtem a licenszeket megszerezni, az edzői papírokat, és az A-licenszig jutottam eddig. Hogyan kerültél Csíkszeredára?
Elkezdtem először az utánpótlással, monori utánpótlásban edzősködtem, mellette futballoztam, utána voltam az Üllőese vezetőedzője a felnőtteknél, és akkor a Varga Károly, a Puskás Akadémia akkori edzője megkeresett, hogy ő lesz a szakmai igazgató kint Csíkszeredán, és mit szólnék hozzá, hogyha kimennék, és egy román harmadosztályú csapatot kellene irányítani. Egyből ugye tetszett a feladat, és tavaly januárban érkeztünk Csíkszeredára, és azóta kint vagyok. Az volt a koncepció, másfél éve gondolkoztunk a vezetőséggel, az első fél év a tapogatózás volt, a második szezonban pedig egyértelműen a följutás volt a fő cél. Mit kell tudni a jelenlegi csapatról? A román harmadosztályban szerepünk van, mögöttünk egy akadémia, egyébként most adták át nyáron, öltözőkkel, konditeremmel, bentlakásokkal, irodákkal, tehát a körülmények azok nagyon jók, lehet dolgozni, az utánpótlás nagyon jó, a csapat az főként a helyi utánpótlásra és magyar kemény székely gyerekekre épül, van kettő román játékosunk, és egy spanyol játékost igazoltunk, de az a fő cél, hogy az utánpótlásra támaszkodjunk. Az U17, ez az elit csoportba, a román elit csoportba futballozik, és jól is szerepel. Azt gondolom, hogy szép jövő elé néz a székelyföldi labdarúgás. Kézenfekvő volt, hogy most Nyíregyházzal jöttök edzőtáborozni? Igen, hát azért nekem itt megmaradtak a kapcsolataim, a barátaim, és gondolkoztunk, hogy hova lehetne menni edzőtáborba, és akkor igazából Nyíregyháza mellett döntöttünk, nagyszerű körülmények között készülünk, azt gondolom, hogy nem döntöttük rosszul, a srácok is nagyon jól érzik magukat, meg hát a kötődés azt gondolom, hogy megmaradt. Én egyébként itt élek Nyíregyházán, szóval jól ismerem a közeget. Van összehasonlítási alapod, ugye játszottál, mondtad, Ausztriában, Magyarországon, most már román futballt is ismered, hová lehet pozícionálni jelenleg a román harmadosztályt mondjuk az említett kettőhöz képest? Nagyon érdekes, a román harmadosztály egyértelműen a magyar másodosztálynak felel meg, úgy a közepe. Nagyon agresszív és kemény futballt játszanak, nagyon motiváltak, erőszakosak a játékosok, inkább a ilyen párharc erős, vagy párharca dúsított mérkőzések vannak. Azt gondolom, hogy egy nagyon erős bajnokságban szereplünk. Túl vagytok itt már, ha jól tudom, két felkészülési meccsen, edzőmeccsen, milyen tapasztalatokkal? Igen, hát először a műfüvet azért szokni kellett, szinte ezt most adták át, olyan, mint a füvön játszottunk volna. Ugye múlt hét kedden érkeztünk Csíkszeredából, egy 12 órás utat tettünk meg, másnap játszottunk egy mérkőzést itt az U19-el, szoktuk a talajt, az hétvégén viszont a Balkánnyal játszottunk, hogy sokkal jobban ment már a játék, szinte végig irányítottuk a mérkőzést. A gólok még nem jönnek, de meg a frissesség még nincs, de azt gondolom, hogy két hét van még a bajnokságig, tehát abszolút időben vagyunk, egyre jobb állapotba kerülnek a fiúk. Én úgy gondolom, hogy megfelelően tudtunk erősíteni, és megfelelően tudtunk fölkészülni a szezonra. Egy hete edzőtáborozik a csapat Nyíregyháza, milyenek az eddigi tapasztalatok? Az eddigi tapasztalatok azok jók a körülmények, jól tudtunk készülni. Az időjárás sajnos, ami nem kedvező, jobbra számítottunk, de a többi minden ok is rendben van. Napi kettő, meg egy edzéssel készülünk, meg edzőmérkőzésekkel készültünk az eddigi edzőtábor alatt, eddig, amit eltöltöttünk itt. Egy U19-es csapat ellen és a megyei első osztályvezető Balkány ellen lépett pályára Csíkszereda. Mennyiben voltak ezek az ellenfelek mások, mint amit megszoktatok a román harmadosztályban? A román harmadosztályról annyit kell tudni, hogy sokkal erőszakosabb focit játszanak, belemenősebb. Tehát itt a magyar focit inkább ilyen taktikusabbnak látom, technikásabb is talán. Tehát én azt mondom, hogy jó mérkőzés volt mind a kettő, jó teszt volt. Most ezen a héten jön a frissítés, terhelés alatt voltunk, a múlt hét az arról szólt, azért látszott a fáradtság, kiütött, hasznos mérkőzések voltak, mindenki játszott, egészségesek vagyunk, és azt mondom, hogy ez a legfontosabb, hogy tudunk készülni továbbra is. Megszerezte 15. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláné együttese, az MTK Budapestet verte 78-71-re. Arra azért számítottunk, hogyha lejön mindenki, aki az A-ban is kosárlabdázik, hogy egy egészen más játékot fog játszani az MTK, mint hogy az eredmény alapján azért látszik is,
hogy bárkivel jó mérkőzés tud játszani, bárkivel szoros mérkőzés tud játszani. Egy pillanatra bennünket is azért meglepett az, hogy nem az a könnyed ellenállás volt, mint amit Pesten tapasztaltunk. Az is hozzátartozik, hogy mi próbáltunk azért olyan játékelmeket gyakorolni, hogy a támadásban, mint a védekezésben, hogy már egyértelműen a Szeged ellen készítette fel a csapatot. Na most ez teljes mértékben nem működött az MTK ellen. Tehát itt időközben át kellett alakítanunk a dolgokat. Próbáltuk megnézni azt, hogy a fiatalok közül, a kadettek között kit kivel lehet úgy föntartani, vagy védekezésben kit milyen poszton lehet, melyik helyen lehet úgy föntartani, hogy esetleg hatékonyak legyenek majd a következőkben. Ezért egy szoros mérkőzés alakul, de én úgy gondolom, hogy nincs ezzel semmi gond és probléma. Nézzük legalább jó szórakoztak, egy kicsit izgultak, hogy mi lesz a mérkőzésnek a végkifejlete. Szó esett a Szeged elleni mérkőzés, talán lehet azt mondani, hogy a tavasz egyik legnehezebb mérkőzése vár a csapatra, hiszen a Szeged is szerette törleszteni az itt elszenvedett vereségét, és hát ott van elő a tabellán. Így van, tehát azért a Szeged az nekünk mindig is valamilyen szinten mumus, tehát hogy miért, azt nem tudom, de a játék stílusok, tehát maga a játék kép az nem nagyon fekszik a mi csapatunknak, ugye arra nem beszél, hogy az a Kovács Andi irányítja a csapatot, aki régen az Orsinak edzője is volt, tehát ugye ő nagyon jól ismeri az Orsi mozgását, tehát egyértelműen erre készítette fel a csapatát, és nekünk ezt kell valamilyen szinten megpróbálni megoldani. Megpróbálunk ugye mindent megtenni, tehát az Orsit más rendszerbe és másként fölállítva dolgozni, vagy a kis embereket szintén egészen másként lemozgatni abból a bepasszokat, hogy hát ha az valamilyen szinten megoldás jelentett, mindent megpróbálunk. Tehát úgy a támadás, mint a védekezésbe, erre készülünk most 2 hete, aztán meglátjuk, reméljük, hogy ez maximálisan jól fog elsülni. Van esetleg valamilyen nyomás a játékosokon, amiatt, hogy 14 meccs óta nem találtatok le győzőre, tehát egy nagyon hosszú győzelmi szériában vagytok a bajnokságban? Az, hogy most nyomás-e, az mindenféleképpen talán annyi a nyomás vagy a tét, hogy a Szeged ellen nem szeretünk kikapni. Tehát ugye ez valamilyen szinten mindig egy ilyen presztízs mérkőzéssé alakul át, talán mondom azért is, hogy itt azért olyan párharcok vannak, amik már évek óta megvannak, és ugye minden két csapat bizonyítani akar másik ellen. Alapvetően nekünk ez a győzelem azért lenne jó, mert hogyha itt Szegeden nyerünk, akkor nekünk már 90%-ra megvan az, hogy a csoport első helyén végzünk, és ugye a rájátszásra egy könnyebb ellenfelet kaphatunk. Tehát nekünk inkább ez az, ami egyértelműen a tétje ennek a mérkőzésnek. A nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium csapata nyerte az 5.-6. korcsoportos fiú amatőr röplabda diákolimpia megyei döntőjét. A második helyen az Évisz, a harmadikon pedig az Ibrányi Móricz gimnázium csapata végzett. Olyan játékosok szerepelhetnek az amatőr kiírásban, akik az elmúlt 2 évben nem voltak leigazolva a szövetség égisze alá, tehát nem játszottak semmilyen korosztályos versenyt. 2 csoportban indult, 9 csapattal a megyei küzdelmek, a selejtezők is most jutunk a 4-es döntőhöz. Milyen esélyekkel lép pályára Vasvári, mi ellen elvégedett? Mi tavaly megnyertük ezt a amatőr diák olimpiát Debrecenben. Annyi a minimum elvárás, hogy be kell jutni most is a 20 csapatos országos döntőbe, aztán meglátjuk majd. Mikor és hol lesz az országos döntő? Kecskeméten rendezik április végén, most valami miatt Kecskemétre került. Gyakorlatilag minden megye bajnok jogosult ott részt venni, és egy 3 napos tornát fogunk készíteni, ha bejutunk. Az Évisz csapata is itt van az amatőrök, az a diák olimpia megyei döntőben, ugye az Évisz általában kosárlabdához kötik. Mit kell tudni a röplabda csapatotokról? Igen, ez így van, mindenkinek a tudatában a kosárlabda az első, hogyha az Évisz-re gondol, vagy a fordítva. A röplabda nálunk már hagyomány. Tehát nem mondom, hogy ugyanannyi ideje tart, mint a kosárlabda, de egy olyan 10 éve folyamatosan, vagy még régebben is, 10 éve folyamatosan foglalkozunk a gyerekekkel. Ez azt jelenti, hogy tavaly ugyan nem, mert megyei másodikként nem jutottunk be az országos döntőbe, de előtte 5 éven keresztül országos döntőbe szerepelt az amatőr röplabda csapatunk. Most milyenek az esélyek? Ez itt egy nagyon szoros megyei döntő. A legjobb 4 csapat került itt ma be a megyei döntőbe. Én azt mondom, hogy itt már az előző mérkőzésen is lehetett látni, hogy 1-2 pont döntött. Majdnem mind a 4 csapat ugyanolyan erősségű, talán a Vasvári Pál gimnázium azért kiemelkedik. Mennyire szeretik a gyerekek a röplabdát? Nagyon szeretik, nestemelés órán keretein belül is, de
Igazság szerint a kosárlabda és a röplabda az, amire bármikor elcsábítható egy gyermek. Vasári Pál gimnázium ad otthont az amatőr röplabda diákolimpia Fiú megyei döntőjének. Mennyire fontos az, hogy olyanok is elindulhatnak ebben a sorozatban, akik egyesületi szinten nem versenyezik, tehát tényleg amatőrök? A diákolimpiának pont ez a lényege egyébként, hogy mindenki megkapja azt a lehetőséget, hogy a sportban meg tudja mutatni önmagát, és ezért nagyon fontosak, és kiemelten is kezeljük az amatőr diákolimpiai versenyeket is, hiszen itt meg valóban megvan a lehetősége arra azoknak a gyerekeknek, akik a tanulás mellett nem olyan magas szinten, mint mondjuk a profik végzik ezt a sportágat, hogy ők is ugyanabban a hangulatban, ugyanolyan körülmények között megmérjék magukat, és egy versenyrendszerben is megizleljék azt, hogy milyen is a diákolimpiának a hangulata. Úgyhogy most itt a megyei döntőn, ez a négy csapat most azt hiszem, hogy ez a négy csapat nagyon jó meccseket fog játszani, és bízunk benne, hogy majd sportélményekkel és barátságokkal gazdagabban térnek haza Nyíregyházáról. 33 érmet szereztek a nyíregyházi úszók Debrecenben, a Hajós Alfréd Kupa idei első versenyén. Cserfalvi Olaf és Kovács Péter négyszer állhatott fel a dobogó tetejére. Nagyon sok egyesület vett részt ezen a versenyen, több mint 40 egyesület és majdnem 400 versenyző és 900 feletti rajtozálással. Hány nyíregyházi úszó állt rajtad és milyen eredményeket értek haza? Egy 30 fős csapattal voltunk körülbelül ott, 16 gyerekünk nyert különböző színű érmet, összesen 33 helyezést értünk el, érmes helyezést értünk el. Mennyire bízható ez az eredmény a jövőt tekintve? Nyilván ez egy idénykezdeti verseny volt, felmérő verseny. Ahhoz képest nagyon jól szerepeltek a gyerekek, nagyon sok egyéni csúcsot értek el, úgyhogy meg vagyunk elégedve a teljesítményükkel. Volt egy neves hiányzó is. Igen, Hatházi Dóri sajnos eltört a lábát egy testmérés során, hogy ő benne volt az EIOF válogatottba, az Európa Olimpiai Játékok válogatottjába. 100 pillangon, 200 pillangon is a váltóba indult volna, de reméljük, hogy indul is. Miután felgyógyult, reméljük, hogy föl tud készülni még arra a versenyre. Hogyan követik majd egymást a versenyek az előttünk álló hónapokban? Felkészülési verseny több lesz még, de április megkezdődnek a bajnokságok. Először a felnőtt bajnokság, egy hónapra ifjúsági, majd a serdülő, aztán a gyermek és a cápa, amin minden versenyen részt fogunk venni a szakosztály versenyzőivel. Az elmúlt évben nagyon eredményesen szerepeltek az úszók, magas setéve a mércét, utol vagy túl lehet ezt szállni, vagy be lehet ezt állítani az idén? Én úgy gondolom, igen. Annál is inkább, hogy a gyerekek egy nőnek, egyre idősebbek lesznek, és a magasabb szintű magyar bajnokságokon is fognak tudni érmet szerezni. A nyíregyházi versenyúszoda építése már tervezés alatt áll. Jelenleg, vagy addig is milyenek az edzés körülmények? Viszonylag ilyenkor télen jó körülmények között edzünk, mert sátor van az 50 méteres úszoda felett, tehát ideálisak a körülmények. A főiskola is biztosít számukra edzés lehetőséget. A probléma inkább nyáron jelentkezik, amikor az úszoda strandként is működik, és akkor a közönséggel kell osztoznunk a vízfelületen, és hát sajnos sok az értetlenség, hogy miért foglalunk le mondjuk 4 pályát az 50 méteres úszodából. Hazai verseny, mikor láthatja ezeket az úszókat a közönség? Nagyon hamar, most a hétvégén lesz a Szabolcstúr itt Nyíregyházán, amin elindulnak a profi sportolók is, mert A és B kategóriás versenyek vannak, és ez egy A és B kategóriás verseny, és mi versenyzőink mind A kategóriába fognak indulni. Mindössze 3 meccset rendeznek a tavaszi megyei foci rajton. A többi találkozó és az alacsonyabb osztályú összes mérkőzés a pályák használhatatlansága miatt elmarad. Nagyon kevés pálya alkalmas a játékra. A megyei első osztály tavaszi szezon kezdetét ennek ellenére sem tudtuk eltolni, méghozzá azért nem, és azért kellett kiírni a február 25-26-ai időpontot a 16. fordulóra, mert a megyei első osztályt kötelező befejezni az egész országban mindenhol június 3.-4. napján, hiszen utána már az MB3-as rájátszásért játszanak a megyei bajnokok. Azt pedig nem akartuk bevállalni itt a megyei igazgatóságon belül, hogy mi központilag egy szerdai vagy csütörtöki napot kitűzünk a csapatoknak, sokkal jobban láttuk azt, hogy a két csapat meg tud állapodni egy új időpontba. Ez a döntés jól sikerült, hiszen a csapatok, akik ugye nem tudják lejátszani a mérkőzést, nagyon hamar már meg tudtak állapodni az új időpontokba, és azt is mondhatom, hogy 3 párosítás pedig meg lesz tartva. A szombati napon a Tiszavasvári Gyulaháza mérkőzés Tiszavasváriba a Füves pályán, hiszen ott már a pályát letakarították, és játékra alkalmas a játéktér, míg vasárnap 2 meccset Műfüves pályán játszanak, a Nyírgyulai Baktalóránt háza mérkőzést Nyírbátori Műfüves pályán, míg a Sényő Fehérgyarmat mérkőzés a Nyíregyházi Városi Stadion Műfüves pályán fogják lejátszani.
Mi a helyzet a megyei második és harmadosztállyal? A megyei második és harmadosztállyal kapcsolatosan tudtunk olyan döntést hozni a versenybizottsággal a mai nap folyamán, mivel végig beszéltünk minden egyes rendezőklubbal, hogy a pályák mindenhol alkalmatlanok és használhatatlanok, így ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egy az egyben elhalasztjuk, tehát a megyei második és harmadosztály nem most, február végén, hanem jövő héten, március első hétvégén fog elindulni, és ezt a fordulót, ezt a 16. fordulót egyöntetűen a 30. forduló utáni hétvégén, tehát június 10-11-én fogják bepótolni a csapatok. Az is egészen biztos, hogy a 17. fordulót, tehát a következő hétvégi mérkőzést már központilag nem fogjuk eltolni. Tehát azok a csapatok, akik jövő héten otthon játszanának, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a pályájuk játékra alkalmas legyen. Amennyiben ez nem fog összejönni, akkor pedig vegyék fel a kapcsolatot a vendégcsapattal, és állapodjanak meg egy új időpontban, ahogy most ezt a megye egyes csapatok is tették, hiszen központilag azt már nem tudjuk tovább tolni, június közepére muszáj befejezni a bajnokságot, hiszen ne felejtsük el, hogy a következő évadra már július 1-ig nevezni kell. A megyei első osztály mezőnye egy csapattal csökkent, Szakoly visszalépett a folytatástól. Mi áll a háttérben? Nagyon sajnálom azt, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, amikor a Tiszalök lépett vissza tavasszal, idén is van egy visszalépőnk a legmagasabb megyei osztályban, így nem tudjuk 16 csapattal befejezni ezt a bajnokságot. Szakolynál lehetett hallani már ősszel is, hogy problémák vannak. Elsősorban ugye játékos fronton, illetve olyan problémák voltak, amit nem tudtak megoldani télen a vezetők, bár mindent megtettek, úgyhogy így sajnos jelezték felénk hivatalosan is, hogy visszalépnek. Ami külön sajnálatos, hogy nem csak a felnőtt és az ifjúsági csapat, hanem az U14 és az U16-os csapat is, aki a megyei bajnokságba szerepelt, ők is visszalépnek. Tehát jelen pillanatban Szakolyban a futball élet szinte teljesen megszűnt, annyi, hogy a Bozsik programban továbbra is versenyezhetik a csapatokat. Ez azért is szomorú, mert pont 2016-ban újították fel a szakai öltözőt, nagyon szépen felújított öltöző van, ráadásul mobil lelátót, illetve épített lelátót is létrehoztak a Hosszanti irányban a pálya mellett, és hát egy nagyon jó minőségű pályáról van szó. És hát jövőre, hogyha neveznek, akkor is a legalacsonyabb osztályból kell kezdenünk, megyei harmadosztályból. Ha visszatekintünk az elmúlt bő két hónapra, milyen mérleget lehet vonni az igazgatóság munkáját tekintve, gondolok itt a saját rendezvényekre, átigazolási időszakokra, ügyek bonyolítására, intézésére. A kollégáimmal együtt talán pont ez a két hónap, a január-február az, amikor a legtöbben dolgozunk, a legtöbb munkánk van. Gondolok itt elsősorban arra, hogy folyamatosan rendezünk teremtornákat a leány, a női, az öreg fiúk csapatainknak, emellett ugye a futszer utánpótlás tornákat rendeztünk, ahova az elmúlt évektől eltérően nagyon sok csapat jelentkezett mind a három korosztályba. Most zajlanak a megyei döntőink. Emellett ugye 36 csapatnak rendeztünk felnőtt szinten nyírerdőteremtornát három vasárnapon keresztül, illetve 4 hétvégén keresztül pedig a nagypályás műfős tornát is lebonyolítottuk, ahol 35 csapatot tudtunk fogadni, és ezek a tornák mellett még ugye IFA oktatásokat tartottunk, hiszen új rendszer indul, és az átigazolási időszak is zajlott, amely február 14-én zárult, tehát nyugodtan mondhatom, hogy nagyon kemény két hónap áll a kollégáim mögött. Ezt az időszakot a hagyományos szövetségkupával zárta az igazgatóság, milyen eredménnyel sikerrel? 5 csapat vett részt, mindenki játszott mindenkivel, és hát megvédte a címét a kormányhivatal, ők voltak a legügyesebbek, az edzőket előzték meg, és hát történelmet írt a megyei média válogatott, hiszen a harmadik helyre értek be a fiúk, úgyhogy mindenki jól érezte magát, mi az igazgatóság munkatársai pedig a jó rendezőről szíven mindenkit magunk elé engedtünk, tehát mi zártuk a sort a helyezéseknél, de ez sokkal fontosabb volt annál, hogy tényleg itt a futballban dolgozók és a futballért dolgozók egy napot együtt tölthettek, sportbarátságot erősíthettek, és nagyon sok olyan dolgot meg tudtak beszélni, amely fontos lehet a tavaszi folytatásra. Egyik fiatal mai sportszeretben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!